Jövő héten, hétfőn és kedden Magyarországon vizsgálja az Orbán kormány illegális kémkedését a Pegazus Bizottság. A delegáció, amelynek én is tagja vagyok, Varga Judicot is megkereste, de már a biztossá vált, hogy az igazságügyi miniszter inkább elmenekül és nem fogadja a bizottság tagjait. Hiába tagadta rendületlenül a kormány az elmúlt lassan másfél évben, hogy semmi köze a Pegazus botrányhoz, Varga Judit most lényegében beismerő vallomást tett. Az igazságügyi miniszter a gyáva megfutamodást választotta, azzal magyarázza a megfutamodását, hogy a nemzetbiztonsági ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak, azokhoz az uniónak nincs köze. Nyilvánvaló azonban, hogy Varga Judit fél a lelepleződéstől, a kifogása pedig felér egy vallomással, vagyis tényleg törvénytelül hallgatta le a kormány az ártatlan magyarokat. A demokratikus koalíció szerint azzal, hogy Varga Judit tovább menekül a kérdések elől, és nem mer válaszolni, csak egyet jelenthet. Minden igaz, amivel vádolják Orbánékat. Az igazságügyi miniszternek nem tetszik, hogy a Pegazus Bizottság vizsgálja Orbánék újságírók, politikusok elleni illegális kémkedését, szerint ez a magyar hatóságok feladata. Valójában Varga Judit ezzel azt mondja, hogy az uniós állampolgárok köztük a magyarok törvénytelen a tagállami kompetencia, ahhoz az EU-nak semmi köze. A Pegazus Bizottság alelnökeként és a delegáció tagjaként azt gondolom, valójában tényleg Varga Judit és Orbán Viktor áll a független újságírók és ellenzéki politikusok elleni illegális képkedések mögött. A helyzetet súlyosítja, hogy Orbánék minden ilyen ügyel tovább tapossák a jogállamiságot. Azzal, hogy nem működnek együtt az igazság kiderítésében újabb szöget vernek az 5000 milliárd forintos felfüggesztett uniós támogatások koporsójába. Nem elég, hogy már így is 2,5-3 milliárd forintba került a Pegasus kémszoftver az adófizetőknek, most még az is sikerült elérniük, hogy a felfüggesztett forrásokból se kapjunk még egyetlen egy eurocentet sem. Világosan látszik, hogy az Orbán kormány miatt egyre távolabb és távolabb kerülünk az uniós támogatásoktól, ezért az árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye, hogy hazahozzuk a magyaroknak járó uniós pénzt. Varga Judit beismerő vallomása akkor jött, amikor egyes hírek szerint Rogán Antal minisztériuma újabb kémszoftvereket vásárolhatott. Nem csodó, hogy menekül az igazságügy miniszter, hiszen nincs mentség arra, hogy újabb és újabb kémszoftvereket vetnek be törvénytelenül a magyarok ellen. Így nem csak az uniós pénzektől, hanem magától Európától is egyre távolabb sodródunk. A törvénytelen lehallgatások, a bármit megtehető és mindenki felett álló politikusok országa lettünk. Varga Judit menekül, mert nem érdekli a magyarok életen. Nem érdekli, hogy belerokkan az ország a szüntelen lopásokba, kizárólag a saját és a többi nerkegyelt boldogulása érdekli. Az, hogy az igazságügyi miniszter nem hajlandó fogadni a Pegazus Bizottság delegációját, egyértelműen beismeri, hogy van takargatni valója. Varga Judit inkább menekül, csak ne kelljen válaszolnia a számára nyilvánvalóan kényelmetlen kérdésekre. Az, hogy nem mer válaszolni, csak egyet jelenthet. Minden igaz, amivel vádolják. A Pegazus Bizottság alelnökeként és a delegáció tagjaként azt gondolom, tényleg ő és Orbán Viktor állhatnak a független újságírók és ellenzéki politikusok lehallgatásai mögött. Csak hogy Orbánék nem csupán az igazság kiderítését próbálják akadályozni, hanem ezzel az ügyel tovább a, rombolják a jogállamiságot, és újabb szöget vernek az 5000 milliárd forintos felfüggesztett uniós támogatások koporsójába. Így már nem csak a felfüggesztésért lesznek felelősek, hanem lassan, biztosan az sikerül azt is elérniük, hogy a Pegasus-botrányhoz hasonló ügyek miatt egyetlen eurocentet se kapjunk meg. Világosan látszik, hogy az Orbán kormány miatt egyre távolabb és távolabb kerülünk Európától, az uniós támogatásoktól, ezért az árnyékkormány Magyarország egyetlen reménye, hogy hazahozzuk a nekünk járó uniós pénzeket.